Sziasztok, szép napot kívánok! Mező Mónika vagyok, a Peak Shop vezetője, és amint a videó címében is láttátok, három jó hírt hoztam, és úgy gondoltam, ezt most már jobb videóban bemondani, mint hogyha egyesével külön helyeken látjátok, úgyhogy összegyűjtöttük nektek, tehát Peak ügyekben mivel tudunk nektek segíteni, neked segíteni. Hát az egyik talán a legjobb hír, hogy a Peak Gymekben most már mindenki edzhet, tehát nem kell semmilyen védettségigazolvány, vagy semmilyen oltási móka. A lényeg az, hogy edzetek és edzünk, magamat is beleérve, mert nem csak azért, mert ugye a Covid alatt alaposan elhanyagoltuk ezt, hanem azért is, mert gondoljunk csak bele, hogy mennyi edzőterem ment tönkre ez idő alatt, tehát örüljünk neki, hogy a megmaradottak még működnek, támogassuk őket azzal, hogy az egészségünkre is vigyázunk, és megyünk is edzeni. Ez az egyik, talán a legfontosabb. A másik az, hogy hát természetesen a hosszú járványos időszak alatt a Peakben nem állt meg az élet, tehát ugyanúgy rengeteg újítás került a piacra, és érkezett is hozzánk. Na most, aki ismeri a Peaknek a korábbi életeit még a járvány előtti időszakban, az tudja, hogy azért volt nekünk minden évben egy rendezvényünk. Piknik gasztrofesztiválnak hívtuk, azért hívtuk így, mert azért már legutolsón is majdnem 300-an voltunk, és ezeknek a rendezvényeknek, a buliknak a célja az volt, hogy együnk, hát az a lényeg, hogy kipróbáljuk az összes Peak terméket gyakorlatilag, és akkor mindenki könnyebben el tudja dönteni, hogy az, ami rá van írva, az neki bejön, vagy nem jön be. Hát most nyilván tavaly nem tudtuk ezt megcsinálni, de ebben az évben az a gondolatunk támunk, és igazából még most sem, ebben az évben sem, hiszen csak mostanában nyiladozunk most már arra a szintre, hogy egyáltalán bármibe belekezdhetünk a mi rendezvény. Tehát most sem tudjuk rendesen megcsinálni a pikniket, de egy olyan ötletünk támadt, hogy ha láttátok a mostani futó Peak Shopon lévő feliratokat, akkor egy másik létesítménybe költözik a raktárhelységünk. Hogyha a régit elhagytuk, akkor nagyon nagy szeretettel meghívunk, esetleg, ha tetszik ez az ötlet, oda mindenkit, és ott úgy, ahogy van, mindent kipróbálhatunk. Ennek a rendezvénynek nem lesz díja, a lényeg az, hogy végre ismerkedjünk meg egymással, mert azért több mint másfél éve nem találkoztunk senkivel. Jókat együnk, most itt nem lesz már arra idő, hogy előadásokat szervezzünk, de azt viszont garantálhatom, hogy ha bármit meg akarsz kóstolni, akkor megkóstolhatod. Hogy hogyan, hol fogod megtalálni a leggyorsabban ezt a rendezvényt? Hát most még nem promóztam ki sehova, mert nem voltam biztos benne, hogy egyáltalán akarnak-e az emberek rendezvényeket, illetőleg, hogy félnek-e még a járványhelyzettől. Hát most látom, hogy most már azért már nagyon gyorsan kezdünk visszarendeződni a korábbi életünk irányába. Én azt mondom, hogy ha itt a Facebook oldalhoz hozzá van csatlakoztatva a Peak Girl zárcsoportunk és a Peak Men zárcsoportunk, oda menjél be, mert oda már beletettem ezt a kiírást, és ott kommentelnek vadul a lányok, hogy szeretnék-e, és mit szeretnének pontosabban ezen a mini piknik bulin megkóstolni, vagy egyáltalán legyen-e, és akkor ott gyorsabban eljutnak majd hozzád az információk. Hát természetesen fogom küldeni e-mailben is, meg az összes csatornán, de az a biztos, hogyha csoportokba becsatlakozó, úgyis tök ingyenes, és akkor ott augusztus végére van betervezve, hogy csinálunk egy ilyen mini bulit, ahol eszünk, még pont az iskola időszak előtt, és akkor ez az utolsó nyári bulink lehet. Jó, és akkor a harmadik hírem az, hogy egy picit betekintést engedek a jövőre vonatkozóan. Hát amint említettem a videó elején, tehát a Peakben ugyanúgy dolgoztak a fejlesztők meg a kutatók, és rengeteg új termék érkezett hozzánk, ami így ömlesztve nyilván nagyon sok. Ezeknek a célja általában az, hogy a különböző embereknek a különböző problémáit lefedje. Ez egy részük, a másik részük pedig az, hogy a diétánk fenntartható és változatos legyen. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle ízű terméket készítünk,
mert minden tiszteletem azoké, akik 5 kilós proteint vásárolnak, és utána azt teszik fél évig, hát nekem ez nem megy, úgyhogy szeretem váltogatni az ízeket, főleg azért, mert igazából 80 évig, amíg élünk, diétázunk, ha ezt annak hívjuk. És ezért augusztus folyamán olyan krémek, cukormentes krémek érkeznek, amilyen még nincsen a magyar piacon, ezeknek gyümölcs tartalmuk is lesz, és lesz olyan is, ami csak augusztusban elérhető alkoholtartalmú, tehát ez egy félig meddig diétás támogató süti, vagy turmix krém, vagy bármire lehet használni, fagyit lehet belecsinálni, vagy bármit, de az csak augusztusban lesz elérhető, és akkor a fehérjék területén is lesz még egy csomó új íz, azért mert jön az olimpia, és a magyarság tudatunkat egy picit ezzel is erősítve magyar süti ízű fehérjék még érkeznek, már 3 is van a PIK-től, most még érkezik hozzá 3 olyan íz, amit most nem árulok el, de lehet gondolkodni rajta, hogy milyen kedvenc magyar sütijeid vannak, hát nagyjából olyan íze van a fehérjéknek is, és nincsen bennük hozzáadott szénhidrát, tehát ezért csináljuk, hogy azért ez mindig változatos maradjon ez a diéta. Tehát nagyjából akkor ezek voltak a hírek, tehát tessék menni edzeni most már a Peak Gym-ekbe és minden edzőteremben, hogy támogassuk őket azzal, hogy a jelenlétünkkel és a saját egészségünket is ezzel tudjuk támogatni, tehát ne húzzuk az időt, kell edzeni. A pikniken szeretettel várunk, hogyha a mini pikniket meg tudjuk csinálni, és te is úgy érzed, hogy jönnél, meg tetszik az ötlet, és ehhez a leggyorsabb módon úgy tudlak majd bejuttatni, hogyha a Peak-ről zárt csoportba becsatlakozol, vagy a Peak-ben zárt csoportba, de beteszem a videó fölé alá majd ezeket a linkeket, és természetesen továbbra is új innovatív termékekkel állunk a rendelkezésedre, azért, mert szeretnénk, hogyha mindenki hosszú távon egészséges maradjon, továbbra is támogatva a diétával az immunrendszerünket, mert azt senki nem mondta, hogy valami, ami másfél évig tartott, az minden nyom nélkül fog elmúlni, viszont ezért is mondom, hogy edzünk, diétázzunk tovább, és akkor az ősz a sima ügy. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a Peak Gymben, a Peakniken, a Peak Shopban, és vigyázzatok magatokra, pihenjetek, és mi pedig tesszük tovább a dolgunkat, hogy minél többféle finomsággal álljunk a rendelkezésetekre, és ennyi volt, és köszönöm, hogy